Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják pont ma, május 23-án csütörtökön. Köszöntöm nézőinket! Szerte az országból több száz orvos és nővér érkezett a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 52. nagygyűlésére. A szombatig tartó tudományos konferencián a tüdőgyógyászat legfrissebb eredményeit összegzik a szakma művelői. A tüdőszűréstől az asztma kezelésén át a transzplantációs lehetőségekig. A témával kapcsolatban vendégünk lesz dr. Balikó Zoltán, a szervezőbizottság elnöke. Pár hete már dolgoznak a város több óvodájában azok a fiatalok, akik sikeresen elvégezték a FAR támogatásával megvalósult Dajka képző tanfolyamot. Az első tapasztalatokról magukkal a Dajkákkal, a sikeres programról Petrem Ferencné vezető főtanácsossal beszélgetünk. Európa termet avattak a Felsővámház úti általános iskolában. Az ünnepségről szóló beszámolunk és a nap további fontos híres pécsi eseményeinek és híreinek összefoglalója mellett a Pécsi Országos Színházi Találkozó idejére tervezett virrasztás titkaiba is beavatjuk önöket, ha velünk tartanak pont ma. Kérdéseikkel, észrevételeikkel hívhatják a képernyőn látható telefonszámokat, de SMS-ben is fordulhatnak hozzánk. Ennyit előzetesen, most pedig jöjjenek a részletek. Egy egészséges felnőtt ember csak akkor gondol a tüdejére, amikor évente egyszer meghívót kap tüdőszűrésre. A rutinvizsgálattal komoly megbetegedések előzhetők és gyógyíthatók meg, és így kevesebb dolguk lehetne a tüdőgyógyászoknak is. A szakma művelői, orvosok és nővérek most Pécsett találkoznak, hogy megismerjék szakterületük legújabb vívmányait és kicseréljék tapasztalataikat. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság 52. nagygyűlésének ad otthont a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara. A háromnapos rendezvényre mintegy 950 vendég érkezett, hogy a gazdag tudományos programokon részt vegyen. A rendezvény sorozat több nemzetközi szimpóziumot is magába foglal, így többek között itt tartják az Európai Tüdőgyógyász Társaság képzését, a Finn-Észt Magyar Kongresszust, valamint azt a tüdőszűréssel kapcsolatos tanácskozást, melyre külföldi szakértőket is meghívtak a rendezők. Az 52. nagygyűlésen tisztúító közgyűlést is tartanak, a kongresszus programjait pedig a gyógyászathoz kapcsolódó cégek kiállításai színesítik. A pont ma vendége a nagygyűlés szervezőbizottságának elnöke dr. Balikó Zoltán, főorvosok, szeretettel köszöntöm. Óriási a részvételi arány, közel 1000-en regisztráltatták magukat ez idáig. Ez nagy szám, vagy mindig így szokott lenni? Ez nagy szám, ez a szokásosnál több idén. És nem is csak az országból, hanem nemzetközi viszonylatban is érkeztek vendégek. Kik ők? Igen, Észt és Finn, tehát ez a, mikor 52. magyar tüdőgyógyász nagygyűlést mondunk, ugyanakkor ez az 5. Észt-Finn-Magyar Finnugor tüdőgyógyász találkozó. Mekkora jelentőséggel bír a szakmában egy ilyenfajta találkozó? Hát ennek kiemelt jelentősége van, egyrészt tudományosan, hogy ahogy ön említette, hogy a legfrissebb dolgokról beszámolni, saját tapasztalatokról tapasztalatokat kicserélni. Másrészt meg tulajdonképpen ez egy olyan fórum, ami lehet egy korzó, ahol találkoznak egymással a szakma mindenféle képviselője, a klinikáktól a közkórházakig, a tüdőgondozó állomásokig, mindenki, aki érdeklődik, foglalkozik a tüdőgyógyászattal. Szinte mindenki itt van, aki a tüdőgyógyászatban dolgozik. Mi van akkor most a betegekkel ebben a három napban? Hát ez ügyeleti jelleggel működik, tehát a betegek ebből biztosan semmiféle kárt nem szenvednek, ezt megoldottuk. Mondjuk, hogyha a nyilvántartott tüdőgyógyászok száma 950 Magyarországon, akik tagdíjat fizetnek, és közülük itt 570-en vannak. Tehát körülbelül a fele így elképzelhető az ügyeleti megoldás, és azért 900 fölötti résztvevők aránya, mert köztük vannak a külföldi vendégeink, illetőleg az aszmanővérek is. Van valami különös kiemelt témája ennek a mostani konferenciának? Hát talán ilyen több csúcsot lehetne említeni. Az egyik az aszma, ahogy szintén elhangzott, ahol a világ mondjuk a 10 legnagyobb szakértője közül az első itt lesz, és holnap este tart előadást a legújabb terápiás lehetőségekről, tehát ilyen értelemben az aszmát külön meg kell említeni. A tüdőrák különösen, soha ilyen jelentősége nem volt tüdőgyógyász kongresszuson, durván a 20-30% az előadásoknak, posztereknek a tüdőrákkal foglalkozik, tehát ez igen élénken érinti, érdekli a szakmát. És külön érdekes és megemlítendő a tüdőgyógyász társaság szimpózium, ami a tüdőszűréssel foglalkozik. Én az elején azzal is kezdtem, hogy talán önöknek is kevesebb lenne a munkájuk, hogyha mindenki komolyan venné a tüdőszűrést. Ez tényleg így van?
Ezt differenciáltan lehetne megválaszolni, nem biztos, hogy egyértelműen így van, hiszen ha időbe kiemelt, kiszűrt betegséget kell gyógyítani, vele is nagyon szakszerűen és lehetőleg magas szinten kell foglalkozni, itt inkább a betegek esélyéről van szó. A megelőzés azért mindenképpen nagyon fontos ezen a területen is. Önöknek van-e arra energiájuk, hogy erre is időt fordítsanak, hogy a megelőzést propagálják? Igen, egyre nagyobb energiát kell szánni, és itt kiemelten a tüdőbetegségekről lévén szó a dohányzásról. Egyre többet kell beszélni, és egyre többet kell tenni. Dohányzás leszoktatásról, egyáltalán megelőzni a dohányzást, ez az egyik fontos feladata lesz a jövőben a tüdőgondozóknak. Lát ezen a területen valamiféle javulást? Nem. Nem látok, annyira nem látok, hogy Amerika ugye élen járt sok mindenben, és az volt a várható, hogy azt várhattuk, hogy ebből következően 15-20 év múlva a tüdőrák előfordulása Amerikában ugye élesen csökkenni fog, ahogy a dohányzási szokás visszaszorul. Ehhez képest nem csökkent, viszont mögötte azon, hogy szép lassan visszaszoktak a cigarettára, a dohányzásra az amerikaiak is. De Magyarországon ez korán sincs így, stabilan és inkább lassan emelkedően, különösen nők között ott vagyunk az élvonalban. Említette az asztma betegséget, amiről ugye azt tudjuk, hogy tulajdonképpen gyógyíthatatlan, meg kell vele tanulni együtt élni, és talán csak enyhíteni lehet a tüneteket. Esetleg van-e jó hír? Most említette, hogy friss tudományos eredményekkel érkeznek professzorok. Van-e valami újfajta módszer? Az enyhítést azt tovább kellene finomítani. Az a cél, hogy az asztmás beteg, mint betegség nem gyógyítható, de úgy éljen, hogy teljesen tünetben, tehát egy teljesen kvázi egészséges életet éljen. És ennek megvan a realitása. Ma már vannak a birtokunkban olyan gyógyszerek, amikkel igazából tünetmentességet és hosszú tünetmentességet lehet megfelelően használva, alkalmazva a gyógyszereket elérni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek emellett is problémák, és erről fog szólni az az előadás, hogy kiegészítő, más típusú, másra, máshol ható gyógyszerek hogyan segíthetnek ebben. Ön szerint az orvosok, nővérek mennyit fognak profitálni ebből a három napból? Hát én azt gondolom, hogy sokat. Ha csak annyit, hogy megerősödik az eddigi tudásában, szokásában, látja, hogy visszaigazolva, hogy jól teszi a dolgát, az is nagy dolog, de gondolom, hogy sok új dolog is lesz, ami gyarapítja a tapasztalatot, illetve a tudást. Én kívánom, hogy így legyen, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is. Egy fárpályázat biztosított lehetőséget arra, hogy elsajátítsák a dajka szakma fortéjait azok a fiatalok, akik megfelelő képzettség hiánya miatt ezt megelőzően nem tudtak elhelyezkedni. A roma származású hallgatók sikeresen elvégezték az iskolát, és már dolgoznak is. Elsősorban olyan óvodákban tevékenykednek, ahova több roma kisgyermek is jár. A dajkák szakképzésében részt vettek azok az intézmények, melyekben jelenleg is dolgoznak a roma fiatalok, így a gyakorlati oktatás során már bizonyították rátermettségüket. Elégedettek vagyunk azokkal, akik azóta most itt dolgoznak az intézményünkben. Elméletileg is felkészültek, és hát a gyakorlatot miután itt szerezték a gyakorlati képzést, elégedettek vagyunk a gyakorlati felkészültségükkel is. Négy ajánlót tanultunk, ez volt a pszichológia, pedagógia, egészségtan és a munkajog. És nagyon jó volt ez a 6 hónap, mert nagyon sok tapasztalatot tudtunk összegyűjteni, főképpen a tanároktól és a gyakorlat során is. És milyen most a munka? Nagyon jó, nagyon tényleg tetszik, most már jobban belendülök, úgyhogy gyerekek is megszoktak, munkatársak is, úgyhogy meg vagyok én velük elégedve. Nagyon szívesen vagyok itt, szeretem a munkát, amit csinálok, és nagyon örülök a lehetőségnek, amit kaptam, hogy végül 8 hónapot dolgozhatok, hogy utána mi lesz, az majd elválik. A dajkák szerződése a 8 hónap elteltével, vagyis novemberben lejár. Az, hogy ezek után tovább dolgozhatnak-e majd az óvodákban, kérdéses, hiszen ezt követően az alkalmazásukra biztosított keretösszeg már nem áll rendelkezésre, holott az intézmények továbbra is igény tartanának munkájukra. Nagyon szívesen folytattam, majd én a lehetőség. Ha nem is itt, akkor máshol, hát majd nem tudom, a nézelődök legfeljebb. Mindenképp kell valamit ezért után találnom. Ha továbbra is ez a szerződés fennáll majd, akkor szeretnék ilyen munkakörbe dolgozni, ha nem, akkor valamilyen tanfolyamat szeretnék még folytatni. Az intézményünkben miután az álláshelyek száma az adott, mindegyik óvodánkban annyi dajka dolgozik már, amennyi a közoktatási törvényben
meghatározott, így sajnos plusz álláskeretünk és lehetőségünk nincsen. Akkor lenne mód az ő tovább foglalkoztatásukra, hogyha vagy megüresedne álláshely, vagy valamilyen utomódon valami más pályázatból ehhez forrást találhatnánk. A Pont ma vendége a közoktatási, közművelődési és sportfőosztály vezető főtanácsosa Petrem Ferencné, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! De ez a történet happy enddel zárult, hiszen amikor néhány hónappal ezelőtt foglalkoztunk a témával, még egészen bizonytalan volt, hogy a képzés elvégzése után lesz-e állásuk a fiataloknak. Aztán lett, hogy sikerült? Hát ténylegesen ebben a munkaügyi központ volt segítségünkre, hiszen a munkaügyi központ a munkabérnek a 70%-át kifizeti, és az önkormányzat közmunkaprogram keretében tudott ehhez 30%-nyi bért tenni. Így körülbelül 3,5 millió forintba kerül a 8 dajkának a foglalkoztatása. Mely óvodákban vannak ők még? Mi csak egy óvoda tagintézményeibe látogattunk el, de úgy tudom, hogy a városban több helyütt is dolgoznak. A Rácvárosi Istenkuti AMK óvodájában, ezen kívül a Cigány játszóházban található, illetve foglalkoztatnak dajkákat, a Zsolnai úti óvodában és a Teleki Blanka úti óvoda tagintézményeiben. Tulajdonképpen mi volt ennek a FAR pályázatnak a célja? Megvalósult-e ezzel most? Hát én azt gondolom, hogy igen, mert a FAR pályázat legtöbb célkitűzése az volt, hogy segítse a társadalmi beilleszkedésüket, elsősorban a cigány fiatalok, munkanélküli fiatalok társadalmi beilleszkedését. Ezzel a képzéssel ők szakképzettséghez jutottak, és ezzel a lehetőséggel én azt hiszem, hogy előrébb tudnak jutni, és könnyebben találnak munkát. Azt hallottuk, hogy elsősorban olyan óvodákban tudtak elhelyezkedni, ahol több roma kisgyermek tanul, ahova többen járnak. Ez fontos szempont? Egyrészt ez is szempont volt, másrészt pedig azt, hogy olyan óvodákat választottunk, ahol a gyereklétszám magasabb, mint a férőhelyek száma, és el kellett egy-egy dolgos kéz. Ez a mostani munkalehetőség csak novemberig szól, ami hip-hop itt lesz. Mi lesz azután? Hát ez a novemberig szóló lehetőség, ez ténylegesen 8 hónapot jelent. Egyrészt azért is szól így, hogy ez idő alatt próbáljanak maguknak munkát keresni, és ha megüresedik az önkormányzat bármelyik intézményében álláshely, és jól dolgoznak, bevált a munkavégzésük, akkor tudnánk őket alkalmazni továbbra is. Azért ebben az ágazatban az elmúlt években elsősorban leépítések voltak, nem plusz munkalehetőségek, akkor mire számíthatnak ők? És talán nem is csak ők, hanem mindazok, akik ilyen területen dolgoznak. A leépítések a létszámcsökkenéshez igazodtak, ténylegesen minden óvodában az oktatási törvényben előírt létszámmal dolgoznak, sőt egy kicsit azon felül is. Az önkormányzat az elbírálásnál, illetve a döntéseinél mindig figyelembe veszi a gyerekek érdekeit, és a gyerekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételeket azt gondolom, hogy maximálisan igyekszik biztosítani. Ez a sikeres FAR pályázat most 8 fiatalnak tulajdonképpen megoldotta a gondját, de hát nagyon sokan vannak még, akik hasonló gondokkal küzdködnek. Futnak-e más ilyen lehetőségek? Tudnak-e erről? Próbálkozunk több pályázati lehetőséggel. A pályázati kiírás során mindig figyelembe vesszük azt, hogy van-e lehetőség a megvalósításra, és akik a megvalósításban esetleg közre tudnak működni, megpróbáljuk a feladataikat, tevékenységüket összehangolni. Ilyen jellegű foglalkoztatással elsősorban a munkahelyi központ foglalkozik. Közeledik a tanév vége, az óvodákban is kicsit levegősebb lesz az élet, több lesz a szabad program. Hogyan áll össze a nyár, mennyi lesz a szünidő általában az óvodákban, amikor a szülőknek gondoskodni kell arról, hogy hova is menjenek a gyerekekkel? Az óvodák nyári zárvatartását úgy határoztuk meg, hogy a város egy-egy területén mindig legyen olyan óvoda, amelyik nyitva van, 4-6 hét között az óvodák, közötti időszak az óvodák zárvatartása. Lesz ebben az időszakban idő arra, hogy felújítsák az óvodákat? Hát idő az lesz, csak kérdés, hogy meg lesznek ennek a feltételei, elsősorban az anyagi feltételei. Tehát gondolom azért mindenhol egy minimum festés, nagy takarítás az meg lesz. Komolyabb felújítás nem a nagy takarítási munkákat természetesen elvégzik ez idő alatt. Hát a felújítás az ténylegesen pénzkérdése. És most ez nincs is tervevéve ezen a nyáron? Kisebb felújítások, csak nagyobb nem. Én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és tájékoztatott minket mindenről. Délelőtt lelkészséget avattak, délután pedig a szenátus ülésezett a Pécsi Tudományegyetemen. Átadták a rehabilitációs információs centrumot a munkaügyi központban, a kamarában pedig a megújuló energiaforrásokról tanácskoztak a szakemberek. A címszavak után jöjjenek a részletek a nap további fontos eseményeiről.
megalakult városunkban az Egyetemi Lelkészség Intézménye, melyet csütörtökön avattak a Pécsi Tudományegyetem ifjúságúti épületében. Ez már nem az első ilyen jellegű kezdeményezés Magyarországon, de ekkora támogatottságot eddig sehol nem ért el. Az egyetem szenátusának 80%-a támogatta a lelkészség létrehozását, az egyházak részéről pedig igazán példás összefogás tapasztalható, hiszen az intézmény működtetésében tevékeny szerepet vállalt a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Hajdudorogi Görög Katolikus Egyházmegye, a Magyarországi Baptista Egyház, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség és a Magyarországi Metodista Egyház is. A lelkészség feladata az egyetem hallgatóinak és munkatársainak szellemi és lelki fejlődésének segítése lesz. A munkához szükséges szobát a természettudományi kar biztosította, a berendezést és a korszerű infrastruktúrát pedig az egyetem adta át a lelkészségnek. A megújuló energiaforrásokról tartottak egésznapos tanácskozást a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A Steyr tartományi kormány, az Osztrák Köztársaság tiszteletbeli konzulátusa és a PTM műszaki főiskolai karának társszervezésében megvalósult rendezvényen Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta. Az európai integráció előtt kulcsfontosságú kérdés a környezetvédelem, amelyben nagyon sokat kell fejlődnie a magyar vállalkozói körnek. Ezért volt hasznos a csütörtöki konferencia, mivel azon az osztrák tapasztalatokat is megismerhették a megjelent cégek képviselői. Az előadások során a magyar és a Steyr energiaszabályozási rendszerről, valamint Dél-Dunántúl geotermikus potenciájáról hallhattak tájékoztatót a résztvevők. Emellett a szélenergia felhasználási lehetőségeit, a napenergia jelentőségét és a biomassa, illetve a biogáz előállításának lehetőségeit is ismertették a nagy érdeklődéssel kísért rendezvényen. Átadták a Baranya megyei munkaügyi központ rehabilitációs információs centrumát. Az új szolgáltató egység a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiaci reintegrációjához járul hozzá. Segít a megfelelő állás megtalálásában, a képzés kiválasztásában és információkat nyújt a foglalkozások egészségügyi tényezőiről. Az új centrum átadása alkalmából szakmai konferenciát is szerveztek, melynek témája a rehabilitációs információk és tanácsadás szerepe a Baranya megyei munkaügyi központ humán szolgáltatási körében volt. A rehabilitációs információs centrumban az önálló tájékozódáshoz szükséges eszközök is rendelkezésre állnak, elsősorban a foglalkoztatási információs tanácsadó rendszerén belül. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által vezetett 4 tagú konzorcium valósíthatja meg azt a projektet, amelynek célja a regionális innovációs stratégia kidolgozása. A 120 millió forint költségvetésű uniós támogatást elnyert program a régió gazdasági versenyképességének javítására szolgál és 2 részből áll majd. A stratégia kidolgozását egy széleskörű elemzés előzi meg. Ennek során Dél-Dunántúl kutatásfejlesztési intézményrendszerét világítják át, és a gazdaság szereplőinek igényeit is felmérik. Ez utóbbi egyik első eszköze volt az a fórum, amelyet csütörtökön rendeztek a Pécsi Tudományegyetemen. Ezen elsőként a RIS programmal kapcsolatos terveiket ismertették a szervezők, akik konkrét példák segítségével mutatták be a stratégia várható hatásait. Ezt követően szekcióüléseket rendeztek, amelyeken az egyetem és a gazdaság kapcsolatát, az innováció finanszírozási problémáit és a regionális ipari klaszterek kialakításának lehetőségeit vitatták meg a megjelentek. Az integrált szociális intézmények gyógyszerbeszerzéseiről készült felülvizsgálat eredményeiről tanácskozott elsőként csütörtöki soros ülésén a pénzügyi bizottság. Nagy Csaba, a testület elnöke elmondta, szakmai szempontból nem tárt fel problémát az ellenőrzés, ám pénzügyi tekintetben akadtak hiányosságok. Ezek javítására intézkedési tervet fogadott el az intézmény, ám szeptember 30-áig megvizsgálják annak lehetőségét is, hogy a központi közbeszerzési eljáráshoz miképpen csatlakozhat az önkormányzat. Több apró hiányosságot tárt fel az önkormányzat elmúlt 2 évben kötött szerződéseinek vizsgálata is,
Az apparátus tagjai sokszor nem a létező szabályzatnak megfelelően kötöttek szerződést, ám a vizsgálat révén megismerhették a hibákat, így jobban oda tudnak ezekre figyelni a jövőben, fogalmazott Nagy Csaba, aki elmondta azt is. A közalkalmazottak bérének bankszámlára történő átutalásából adódó többletköltségek kompenzálására kiutalt 2000 forintos fejkvótát 5 intézmény nem fizette ki, ezek tavalyi maradványösszegük terhére rendezhetik elmaradásukat. Megújította 1994-ben kötött együttműködési megállapodását a Pécsi Tudományegyetem Polák Mihály Műszaki Főiskolai Kara és a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség. Akkor a két intézmény a környezetvédelem szakterületén kifejtendő hatékonyabb szakmai, oktatási és tudományos tevékenység elősegítésének érdekében szövetkezett egymással, de a jó kapcsolat ennél sokkal régebbre vezethető vissza. A környezetvédelmi igazgatásban dolgozók az épületgépész hallgatóknak már 1978 óta oktatnak fakultatív tárgyként levegőtisztaságvédelmet, 1987 óta a környezetvédelmi szakemberképzés megkezdésétől pedig teljes körűen vesznek részt az oktatásban. A megállapodásban szerepel a főiskolai oktatás korszerűsítése, a közös kutatási munkák kezdeményezése, a posztgraduális képzések folytatása és a környezetvédelmi szakértői és tervezői klub beindításának szándéka. A Civilek Szövetsége Baranyáért Egyesület a civil közösségek házában tartotta közgyűlését. A megyei közgyűlés alelnöke, a szervezet társelnöke Bokor Béla híradón kérdésére elmondta, a legfontosabb feladatuk a civilek összefogása a közelgő önkormányzati választásokig, hogy ott megfelelő eredményt érhessenek el. Az Egyesület minden olyan polgár számára nyitott, aki a politikai pártok helyett a civil szférában lát lehetőséget. A közgyűlésen az elnökség bővítéséről, a programalkotásról, valamint a tagozatok kialakításáról tanácskoztak a megjelentek. A Magyar Lajos utcai óvoda kressz versenyre hívta ki szerda délután az Ajtósi Dürer utcai és a sportóvodát. A rendezvényen a szülőknek először egy tesztlapon kellett számot adni a közlekedésben való jártasságukról, majd az óvoda udvarán felállított akadálypályákon kellett végighaladniuk. A jó hangulatú verseny egyik célja az volt, hogy a szülőket egy kicsit közelebb hozza egymáshoz, másrészt pedig értékes játékokat nyerhettek az ovik számára. Első helyen az Ajtósi Dürer úti óvoda végzett. Csütörtökön rendezték meg a Várkói Ferenc sportpályán a Diákolimpia megyei atlétika egyéni döntőjét. A döntőre a megye 5 körzetéből, vagyis Szigetvár, Mohács, Komló, Siklós és Pécs körzetéből érkeztek versenyzők, mintegy 120-an. Ezen belül a negyedik korcsoportosok, tehát a 8. osztályosok mérték összetudásukat ez alkalommal. Atlétikából a Diákolimpián a legtöbb szám a futáshoz kapcsolódik. 100, 300 és 1500 méteren bizonyíthatták gyorsaságukat mind a lányok, mind pedig a fiúk. Ezeken kívül 4x100 méteren szintén mindkét nem, 4x600 méteren a lányok, 4x1000 méteren pedig a fiúk versenytek egymással és az idővel. Egyéb számok voltak még a kislabdahajítás, súlylökés, valamint a magas és távolugrás. Az országos döntőre az első helyezettek jutottak tovább. Magyarország, mint a legtöbb európai állam felismerte annak szükségességét, hogy az integrálódó Európához, s így az Európai Unióhoz csatlakozzon. Taggá válásunk időpontja egyre közeledik, így egyre fontosabb, hogy mindenki megismerje a rövidesen kitáruló lehetőségeket. Fontos, hogy az információk a legkisebbekhez is eljussanak. Ez segítheti az az Európa terem is, melyet tegnap adtak át egy pécsi iskolában. A Felsővámház utcai általános iskola májusi rendezvény sorozatai keretében szerdán felavatták az intézmény új, úgynevezett Európa termét, ahol a tanulók a jövőben a közösséggel ismerkedhetnek meg behatóbban, így az unió intézményeivel, felépítésével, a közösségi vívmányok átvételével. 2001. januárjában a Szokratesz magazinban fedeztünk fel egy cikket, amelynek címe az volt, hogy Európa tantermek az iskolában.
A United Games Magyarországi Egyesülete hirdetett egy kampányt, és ehhez csatlakoztunk mi, hogy kialakítunk egy olyan termet, amely helyet ad különböző információs anyagok elhelyezésére, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék Európa országait, az Európai Uniós országokat. Ebben a tanévben még rendesen részt vesz a tanítás folyamatában a terem, de jövőre külön programmal szeretnénk már indulni. A hivatalos avatáson megjelentek a terem kialakításában segítséget nyújtók. Dr. Újvári Jenő alpolgármester, Staubernő önkormányzati képviselő és dr. Varga Sabján László, az Európa Ház KHT ügyvezetője nyitották meg hivatalosan az Európa termet. 2 évvel ezelőtt kezdtük el azt a gondolatot ápolni, hogy Pécs és Baranya és a Dél-Dunántúl csatlakozik Európához, és hogy erre föl kellene készülni. És mindig a legfontosabb feladatunknak azt tartottuk, hogy a fiatalok, a diákok, hiszen ez a jövő alapvetően az övék, minél többet tudjanak, minél jobban tudjanak azonosulni. Én azt hiszem, hogy az, hogy ma már nem csak az van, hogy Pécset van egy Európa Ház, ami egyébként is egy unikális dolog, ahova bárki bemehet és bármilyen információt kaphat Európáról, hanem már egy iskolában egy külön Európa terem van, amelyet mi támogatunk, segítünk, mindenféle anyagokat adunk hozzá, és reméljük, hogy ezen keresztül még a diákok mi hozzánk az Európa Házba is bejönnek. Ez egy csodálatos érzés. Az előbb láttam a gyerekeket a megnyitón, amit nyilván a tisztelt nézők is láthatnak, és egy csodálatos élmény volt azt látni, hogy sugárzott belőlük az európaiság. De én azt tudom mondani, hogy Pécs 2000 éve európai város, mi magyarok 1000 éve európaiak vagyunk, és ezeknek a gyerekeknek pedig megadatik, hogy a 21. század Európájának a tagjai vagy polgárai lehetnek, ami mondjuk az elmúlt 1000 évben ritkán adatott meg magyarnak. Kíváncsiak voltunk, vajon érdekli-e a fiatalokat a lehetséges Európai Uniós csatlakozás, vajon vannak-e ismereteik az európai közösséggel kapcsolatban? Az Európai Unió szerintem azért jó, mert és egész Európa egyesülhet, mint például az Egyesült Államok, egész lehet, és végre az embereknek nem kell például váltogatni a pénzüket. Ha mondjuk itt is euró lesz, akkor nem kell váltani mondjuk márkát, mert mindenhol, most már mindenhol euró van, ugye? És remélem, hogy ez az európai terem, ez az Európa terem végre a nyelveket is összehozza. Tehát a nyelvi órák gondolom itt lesznek, és végre a spanyol, a magyar, a német, mindenféle. Itt nagyon jó lesz szerintem. Nézem a híradót, és a NATO-ról tudok inkább dolgokat, az Európai Unióról kevesebbet, de például most volt egy verseny, egy országos verseny, ott 6. helyen végeztünk, az demokrácia verseny volt, és hát az Európai Unióban is azért közel van valamennyire, ez ott foglalkoztunk vele. De annyira sokat nem tudok róla, az a baj. Szerintem nagyon jó lenne, ha erről is külön órákat szánnák, osztályfőnöki órákat, vagy valami, hogy tudjunk róla többet. A diákokat érdekli és érinti a kérdés. Egyelőre még nem ismerkedhettek meg behatóbban az Unióval, talán az Európa terem kapcsán lehetőségük nyílik erre, és élnek is ezzel. Bármikor készen állunk, nagyon sok olyan fórumot rendeztünk, pedagógusokkal együttműködve szervezzük azokat a lehetőségeket, hogy a diákokhoz minél közelebb kerüljünk, a gyerekekhez minél közelebb kerüljünk. Tehát bárhol, hogyha ilyen Európa termet akarnak nyitni, arra számíthatnak ránk. A társadalmi megbékélés szolgálja az a virrasztás, melyet a Pécsi Országos Színházi Találkozó keretében szervez dr. Toller László városunk polgármestere. Ezen a fesztiválon szereplő művészek mellett politikusok is részt vesznek. A polgármester Debrecen és Miskolc első embereit is meghívta. Június 6-ától immár másodszor ad otthont városunk a Pécsi Országos Színházi Találkozónak, amely idén még gazdagabb programot kínál, mint tavaly. Meg a fesztiválnak a legnagyobb jelentősége az, hogy egy új hagyomány keletkezett az elmúlt évben. 10 évre szerződtünk a mindenkori kormánnyal a fesztivál közös támogatásáról, és hát ma valószínűleg, vagy ezen a fesztiválon a magyar művészeti élet minden jeles képviselője itt lesz. Nem csak azért jelentős, mert a művészeti élet színe java itt lesz, hanem a város együtt ünnepel a művészetekkel. És magáénak érzi, ez tavaly nagyon jó bebizősödött. A POSZT versenyén 16 színházi produkció vesz részt, ezeket összesen 27 előadáson láthatja a pécsi publikum.
Emellett azonban 26 helyszínen további csaknem 150 rendezvény gondoskodik majd a jó hangulatról. Ezek között idén egy virrasztás is szerepel. 7-én a fesztivál gyakorlatilag első napján, fönt az Aranyhegyi Panzió udvarán, reményeim szerint több ezer ember előtt virrasztunk. A virrasztás oka pedig az, hogy a magyar társadalom megoszlott, árkokat és falakat emeltek egyesek, ezeket le kell bontani, illetve fel kell tölteni, és azt hiszem, hogy nagyon fontos üzenete az a társamnak, hogy a művészetek biztosítják azt a környezetet, amelyben gyakorlatilag elássuk a csatabárdot. Maga virrasztás arról szól, hogy független attól, hogy jobban valódi értékeket vall le egy művész, itt lesz, és nagyon sokan lesznek itt, akik vállalták a meghívást, és ők elmondják a gondolataikat szabadon, kötetlenül, egy nagy gödör mellett, amely egy nagy csatabárdot fogunk elásni együtt, és a politika asszisztálni fog. Magam is részt veszek ezen a virrasztáson, családostól, és várom Kósa Lajos polgármester kollégámat, és talán mondhatom, hogy kevés jobboldali barátaim egyikét, hogy jöjjön el, asszisztáljunk együtt, ahhoz, amit a civil kurázsi és a művészet együtt fog megvalósítani, a lélekben is ássuk el együtt a csatabárdot. És ugyanúgy várom Kobolt Tamás kollégámat Miskolcról, aki megint más értékeket igazából, hogy kereszténydemokrataként áll a város élén képviselve, szintén családostól velünk víraszt, nem kell reggelig vírasztani, bár lehet, megfelelő környezetben, és segítsük a csatabárdok elásását. Én kívánom azt mindenkinek, hogy a békét így szimbolizáljuk. Pont ma ennyi volt. Elérhetőségeink a képernyőn láthatók. Hívjanak minket, vagy küldjenek SMS-t, ha észrevételük van a látottakkal kapcsolatban. További részleteket találhatnak az interneten a www.mecsekportál.hu címen. A hírek hátterével, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várom Önöket. Viszontlátásra!